Sziasztok országosok! Ez itt Lola fél, régen köszöntünk be így, Jó. hogy így van. És hát ugye, úgy egyszer minden jónak vége szakad, és még mi is. Még ennek is. És még ennek is. Ja, ennyi csen. Köszi szépen. Már nem kell megosztani, meg kell feliratkozni. De... Hát ja, az van, hogy így 4 évet nyomtunk, ugye? Közösen veletek. Egymással, veletek is egymással, és hát úgy döntöttünk közös megegyezés alapján, bár ez nem olyan, mint amikor a zenekarok írják, hogy közös megegyezés alapján hoztanak fel, és aztán utálják egymást, hanem hogy ja, így megbeszéltük, hogy neki nem sok értelme van igazából azon kívül, hogy tök jó, hogy így egy csomóan még attól függetlenül is szerettek, meg így néztek, de hogy így mások a célok, inkább azt mondom. És hát Ákos, hogy mi a ketten fogjuk tovább nyomni. Én folytatom a már eddig is, ahol folytattam, olyan, ezt a szeret vagyok, hogy érthetlen. Twitch csatornámon, Dávid pedig tavernánál, de ez még nem jelenti azt, hogy most akkor hú, és ha ilyen geci jobban vagytok, akkor miért nem gémeltek soha az életbe többet. Ez se lesz így. Fogunk. Lesz, igen. Nyilván nem olyan rendszeresen, mint eddig, de lesz rá alkalom, tehát hogyha már tudom, hogy voltak, vagy hát, hogy vannak köztetek, akiknek mondjuk ez így eléggé ilyen fontos dolog, meg hogy úgy sokat jelent, és nem feltétlenül csak azért, mert hogy úristen, mert most ezt így hogy mondjam, tehát hogy hát itt tényleg. Igazából. Hát, ja, tehát... Na, ma hagyjál streamer fiúnak el a hát, hogy... Ja, tehát, hogy vágjuk, hogy ez ugye nagyon sokatoknak fontos volt, hogy mit tudom én, hogy érted, stream van, vagy videó van, és akkor azt együtt megnézni valakivel. Nyilván nem a barátnőtökkel, azért vegyük komolyan már magunkat, de... Ezen túl legalább lesz a lehetőség, szerezetek. Nem kell ilyen szarizni. Úgyhogy... Ja, hát igazából csak úgy köszi mindent a... hogy néztetek, hát hogy ott voltatok. Hát meg a sok kommentet, támogatást, igazából kúra jól estek. Igen. Hát meg üzennénk azoknak, akiknek viszont nem sikerül normális kommentet írni, hogy illetve az anyukájáknak, hogy légy szívesen kicsit... Nem kell üzenni, mert úgyis jövőkétem megyek hozzá. Ja, kicsit többet foglalkozzanak a gyerekeikkel, mert ez így nem állapot. Annyira nem jó. Ja. Hát, igazából nincs mit mondani, láttatok ti is, hogy már ez... Az van igazából, hogy mi elképzeltük, hogy bazd meg, mikor az elején elkezdtük, hogy bazd meg, ezt meg tudnánk csinálni mi is. Ezt tökre meg tudnánk csinálni. Ezt a spoiler veszély. Sajnos. Vágókép. Elkezdtük. És hát ja, végül is nem érte el azt, amit szerettünk. Van attól függetlenül, meg tök jó volt az egész. Tehát, hogy nem sajnálunk semmit. Én legalábbis nem. Szerintem te sem. Meg hát nyomjuk tovább. Csak kiki, nyugalomban ugye, nyugágyban. Én ja, legalábbis tökéletlenül nyugalomban. Milyen jó lett nyugágyban nyomni. Amúgy elég jó, csak most már hideg van hozzá. Hát, majd ravassza. Úgyhogy ebben a Facebook posztban is megtaláljátok a taverna linket, a nolájfákos linket, vagy ha ezt most Facebookon vagy YouTube-on nézitek, akkor Facebookon ott lesz a leírásban, meg YouTube-on is ott lesz a leírásban. Igazából most így külön két videót nem akartunk erre, mert igazából minek. Ja. Hogy érzitek, hogy támogatnátok függetlenül minket, akkor ugye az, hogy megtehettek Ákosnál, mert itt állunk is, úgyhogy azt továbbra is, vagy azt külön köszönjük egyébként, aki konkrétan anyagilag hozzájárult ahhoz, hogy tényleg vehessünk dolgokat. Ja. És most már és tök vettünk. És nem fogja letiltani, mert leszarom, ha letiltja meg, akkor ipa, bazd meg, Sopron ipát is szok, leszarom! Meg egy doktor éhet. Doktor éhet. Ja, igazából ez volt a... Hát itt volt ez a vége, igen, hogy az meg ipa, most, és akkor Dréher, na mindegy. Pedig ugyanabban a gyárban van. Ugyanabból a vízből, és ugyanaz, hogy egyébként csak belehugyaznak.
Mit akartam még? Melyik volt neked Rákos a kedvenc momentumod, kedvenc videód, vagy kedvenc sorozatod? Kedvenc sorozatom. Vagy kedvenc bármi gameplayed, mi volt a kedvenced, amikor amit nyomtunk. Nekem az tuti, hogy a kihívásos volt, kihívások volt a kedvencem, meg a gyönyörű emberek. Azért, mert így legalább így tudtuk egy ilyen kis fricskát tenni az embereknek, hogy légy szíves, ne vegyétek már teljesen komolyan magatokat, és ne sodorodjatok már kérdés nélkül az árral, please. Igen. Hát a gyönyörű emberek az igen. És hát a másik meg az ilyen helyszíni videók, tehát amikor így igazából nem nagyon kellett azt nézni, hogy most jól áll a helyed, szépen viselkedjél, hanem csak azt kellett, hogy jó, ezt még vegyük fel, jó, oké, kimegyek a cég, és felvesszük gyakorlatilag. De ebből ti nem látatok semmit. Mert úgy hozzák csinálva, hogy jó, a pörög, jelentőzött, mert meg aaaah, geci, hány csajok, én még beszélgetek, faszomat. Istenem. Ja, de az persze akkor ez úgy máshoz van kedve pont mindig nyilván az embernek, de utólag jó mindig. De utólag ezek így mindig jók. Úgyhogy, ja, meg én annak is örülök igazából, hogy olyan emberek, akik mondjuk most úgy nem gémelnének együtt, vagy valami, azok meg így gyakorlatilag így, hát nem is nap, mint nap, de hogy így lettek ebből barátságok, hogy itt van ez a két gyökér, és akkor én is nézem, te is nézed, egyikünk se vózkodik a... Hát volt, ugye ezt erre mondják, hogy a szemetet is összefújja a szél. Igen, igen. De ez a legjobb értelemben. Legjobb. Tehát valakinek a szemét, valakinek érték, tudod, mint a ölökbe fogadott gyerek. Ja, úgyhogy hát igazából ennyi. Ja. Úgyhogy tényleg köszi mindent. Köszi Dávid, neked én mindent. Is. Nem, mondjad, hogy te is köszönöm. Én is köszönöm. Hát van mi. És ja. És hogy... Sziasztok. Sziasztok. Tisztelet.